www.radio.ma. Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Ezen a gyönyörű napsütéses hétfő napon önök az Ortalom Rádiót hallgatják, a Másképp Gondolkodók adóját, rádióját, én pedig Herényi Kári vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket, és szeretettel és tisztelettel köszöntöm Bartuszek Lillát, ma délelőtti első vendégünket, aki a Fenntartható Városok kezdeményezés alapítója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és sok szeretettel köszöntök mindenkit! No, a kérdésem az, hogy fiatal kora ellenére hogy keveredett ilyen nagyon komoly dologba? A városok fenntarthatósága az egy olyan jelenség, illetve ennek az igénye, amit az idő sürget. A népesedés szám, a vidéki lakosok és a városi lakosok arányának a drasztikus megváltozása, az okosváros mozgalom terjedése, tehát hogy keveredett ebbe a dologba? Én jogászként végeztem 2020 nyarán az ELTE jogi karán, és innen alapvetően uniós, illetve nemzetközi irányba mozdultam tovább. És hát ugye ismerős 2015-ben az ENSZ közgyűlés által elfogadott 17 fenntartható fejlődési cél, és ennek margóján kerültem közelebb ennek a városi települési megvalósításához. Hiszen beszélünk egy keretrendszerről, amit 2015-ben 2030-as céldátummal kitűzött 193 ENSZ tagállam. Beszélhetünk ennek az Európai Uniós megvalósításáról, hiszen ismerős az Európai Zöld Megállapodás, ismerős a 2019-ben felállt bizottságnak a prioritás listája, amin azért meglehetősen elsődleges helyen szerepel az úgynevezett zöld átállás, bár én ezt a fogalmat annyira nem részesítem előnyben, erre nagyon szívesen beszélek majd kicsit bővebben is. És azt kell látnunk, hogyha arra a kérdésre keressük a választ, hogy hol van az a valódi hely, az a valódi platform, ahol egy fenntarthatósági átállás ténylegesen megvalósulhat, azt gondolom, hogy ez a városok, településeknek a szintje. A fenntarthatóság a szinten tartást jelent, vagy fejlődést, vagy meggátol attól, hogy hanyatlásnak induljanak a városaink. Tehát mit jelent ez, mert a fenntartható fejlődés az egy olyan fogalom, amit politikusok, közgazdászok, szociológusok igen gyakran használnak, de valójában nincs kibontva. A fenntartható fejlődés, én úgy gondolom, hogy a fogyasztói társadalom terméke, mert hát ott muszáj gyarapodni, meg szaporodni az elfogyasztható termékeknek, ami óriási környezeti károkat képes okozni. Hát például a klímaváltozás az többé-kevésbé ennek köszönhető. Van egy hivatalos definíció, melyik 1987-ből a Brundtland Bizottság által megfogalmazott definíció szerint a fenntartható fejlődés az a fejlődés, az a növekedés, ami a jelen igényeit úgy elégíti ki, hogy ezáltal a jövő generáció is képes lesz még a saját igényének a kielégítésére. Én azt gondolom, hogy ez egy picit összetett, és talán nem is biztos, hogy ebből a definícióból célszerű kiindulni, minden esetre ez a hivatalos. Amit érdemes tudni, hogy maga a fenntartható fejlődés valóban egy komplex fogalom, három dimenzióra szokták bontani, hogy van egy társadalmi, van egy gazdasági és van egy környezeti pillére. Szokták ezt háromlábú széknek nevezni, szokták ezt piramisnak nevezni. Hát ez nem billeg, az egy jó dolog. Így van, viszont azt gondolom, hogy az utóbbi időben, ami megfigyelhető sok téren, nemzetközileg is és hazánkban is, hogy nagyon a környezeti pillérre helyeződött a hangsúly, a környezetvédelemre, a zöld ügyekre, és azt gondolom, hogy egyfajta hibás kommunikáció alakult ki a témakör körül. Mi a fenntartható városokban napi szinten hangsúlyozunk azt, hogy igenis maradjunk a három pillérnél, és ugyanúgy vegyük tudomásul a gazdasági és a társadalmi igényeket, illetve szükségleteket is. És hogyha megnézzük, hogy hol valósul ez meg kézzelfoghatóan és érzékelhetően, akkor megint csak visszakerülünk a mindennapi életünk színhelyére, amelyek pedig a települések, a városok. És nagyon-nagyon sok olyan kérdéskör merül fel ennek kapcsán, ami napi szinten ott van a városvezetők, a helyi döntéshozók asztalán, és nem is biztos, hogy látják ezt komplex egészben, nem is biztos, hogy látják ennek a szinergikus megvalósíthatásség lehetőségét. Mi erre próbálunk rávilágítani a kezdeményezésünkkel. Milyen sikerrel? Mennyire nyitottak erre a kezdeményezésre a városok vezetők?
vezetői, az önkormányzatok, polgármesterek, és hát a városok lakossága, mert hát azért ők a legfontosabb szereplői ennek a történetnek. Igen, nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan mérjük a sikert egy ilyen jellegű szemléletformáló projekttel. Hogyha a nyitottságra keressük a választ, akkor én nagy örömmel tapasztaltam az elmúlt egy-másfél éves működésünk alatt, hogy abszolút nyitottság tapasztalható a városvezetők oldaláról. Nyilván ez is azért eltérő, tehát van, aki sokkal inkább már ebben a szemléletben gondolkodik, akkor amikor városvezetésről gondolkodik, van, aki kevésbé, és még egy kicsit több ismeret anyag átadásra van szükség ahhoz, hogy valóban lássa ennek az értelmét, és azt, hogy miért éri meg fenntartható település irányítási modellekben gondolkodni, elméletben is és gyakorlatban is. Természetesen rengeteg kihívás van, ami útját állja ennek, úgy anyagi, mint humán erőforrás, mint tudásban való, hát hiányosság, vagy még egyelőre nem ott lévő tudásanyag az önkormányzatoknál. Mi ebben külön-külön is több divízióban, több ágon próbálunk segíteni, de én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb annak az ismeretnek a megléte, hogy ez egy olyan irány, ami nélkül nem lehet a jövőben településekről, városokról gondolkodni, illetve annak a rendszernek az ismerete, hogy az egészen nemzetközi szintről, unió szinten át hogyan jelenik meg hazánkban, és hogyan jelenik meg a városokban, településeken. Van egy olyan intézmény, a Lechner Tudásközpont, ami a Smart City vagy Okosváros programot elég alaposan kidolgozta. Van-e párhuzamosság, vagy van-e egymás mellettiség a két program között? A Lechner Tudásközpont kedves munkatársai több alkalommal is részt vettek rendezvényeinken, így ilyen értelemben egészen biztosan. Tartalmát tekintve pedig ők egy nagyon fontos részterületével foglalkoznak a fenntarthatóságnak, a települési fenntarthatóságnak. Mi alapvetően több részből állunk, és igyekszünk több oldalról megközelíteni ezt a kérdést. Természetesen a digitalizáció, az úgynevezett okos városok, azt gondolom, hogy ez egy nagyon felkapott alterülete most a települési fenntarthatóságnak. Tehát csak egy alterület. Így van, én ezt fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy ez csupán egy alterülete. Természetesen, ahogy magában a fenntarthatóságban is megállapítható, illetve dedikáltan a városok, települések esetében is, ezek az alterületek összekapcsolódnak. És azt gondolom, hogy ezt a szemléletet kell átültetni, hogy ezek valóban szinergikus területek. Valóban kihasználhatjuk a köztük lévő kapcsolódási pontokat városvezetőként, település irányítóként, és ennek természetesen egy nagyon fontos eszköze a digitalizáció, és az, hogy minden fejlesztést már a modern kornak a vívmányai segítségével próbáljunk megoldani, hiszen rengeteg olyan megoldást kínál önmagában a digitalizáció, és ennek a városi aspektusa, ami mind-mind egy fenntartható megoldás. Én sokkal jobban szeretem az élhető kifejezést, azt gondolom, hogy sokkal jobban lefedi azt, hogy igenis itt egy társadalmi kérdésről is van szó, igenis egy gazdasági kérdésről is van szó, hiszen nem mindegy, hogy városlakóként én hogyan érzem magam az adott városban, településen, ugye itt fontos, hogy rendszeresen városokat mondunk, de természetesen mérettől függetlenül ugyanúgy minden településre igaz az, hogy ennek a fenntarthatósági átállásnak a részévé kell, hogy váljon és fog válni idővel minden település, hiszen ez elkerülhetetlen lesz. És nyilvánvalóan a digitalizáció pont egy olyan eszköz, ami azt gondolom, hogy meggyorsíthatja ezt a folyamatot, de ennek is nagyon-nagyon sok, azt gondolom, olyan alterülete vagy kérdésköre van, amit azért meg kell vizsgálni. Tehát mennyire kész a lakosság az adott településnek, városnak arra, hogy ezeket a digitális megoldásokat alkalmazza. Mennyire van tisztában a városvezetés a lehetőségekkel. Adott esetben azokkal a piaci szereplőkkel, piaci megoldásokkal, amik ott vannak és segíthetik őt a különböző területeken ahhoz, hogy ezt átvezesse a városba, ez a gyakorlatba is átültetésre kerüljön. És természetesen, hogy egyáltalán tudtában vagyunk-e annak, hogy mennyi lehetőség van és mennyi potenciál van például a digitális átállásban. De ugyanígy igaz ez a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, az infrastruktúra, a közlekedés területére, és természetesen ezek kapcsolódási pontjaira is. Az előbb egy közérthető kifejezést használt, hogy élhetőség. Tehát a fenntarthatóság fejett az élhetőség. Én gondolom, hogy a célja ennek a törekvésnek az, hogy az emberek komfortérzete, az otthonlét biztonsága, vagy az otthonlét jó érzete, az valahogy fokozódjék. Mik ennek a feltételei? Mi a prioritás? Mi a legfontosabb egy városlakó, de hát bármilyen település lakó? Mit vár a településétől?
Én azt gondolom, hogy ezt érdemes több oldalról megvizsgálni, egyfelől természetesen a lakosok szempontjából. Én azt gondolom, hogy nincsen egy olyan taxatív lista, amit kipipálgathatnánk, hogy melyek azok a szempontok, amik élhetőbbé teszik az adott települést. Persze vannak olyan dolgok, amik elsőre talán eszünkbe jutnak és amire asszociálunk. Ilyen egy tiszta levegő, egy olyan környezet, ahol akár kisgyermekes szülőként bátran kivihetjük a gyermekeket. Egy olyan környezet, ahol tudjuk, hogy megfelelő oktatási intézmények, egészségügyi intézmények állnak rendelkezésre, ahol minden elérhető távolságban van, ahol alapvetően úgy tudjuk élni a mindennapjainkat reggeltől estig gyakorlatilag, hogy minden tevékenység a munkavégzéstől, a rekreációs tevékenységeken keresztül, a gyermekek oktatási tevékenységéig, a mi munkavégzésünkig, mind-mind elérhető, és alapvetően ennek társadalmilag, gazdaságilag és környezetileg is pozitív hatásai vannak. Természetesen lehet az alapvető dolgokra gondolni, legyen sok zöld terület egy városban, ne legyen nagy dugó, tényleg legyen tiszta a levegő, de ennek sokkal összetettebb kérdéskörei is vannak. Így például társadalmilag, hogy érezzem jól magam az adott környezetben. Na pont ez a kérdés, hogy mitől érzi jól magát egy polgár? Én azt gondolom, hogy attól, hogyha van egy közösség érzet, ez a közösség természetesen egy fővárosi kerületben azt mondom teljesen más, mint egy vidéki kisvárosban, de mindig a saját aspektusból kiindulva nagyon fontos, hogy megpróbáljuk ezt kialakítani. Akkor érzi magát jól, hogyha minél kevesebb feszültségforrással találkozik, és feszültségforrás pedig szintén számtalan lehet a dugó parancsorgásától kezdve a hosszú leküzdő távolságokig. Én azt gondolom még egyszer, hogy nincsen egy taxatív lista. Minden kérdéskörben, ami egy városvezető asztalán van, meg kell vizsgálni, hogy mitől lesz jobb a városnak. Én ismerek egy olyan listát, legalábbis találkoztam, ez svéd. Ahol például olyanokat mérnek, hogyha valakinek betegszik, akkor mennyi idő alatt ér oda az orvos vagy a mentő. Ha valakit inzultus ér, mennyi idő alatt jelenik meg a rendőr. És ez minél rövidebb idő, annál nagyobb a komfortérzet, annál nagyobb a biztonság. Számos kutatás és számos különböző lista van természetesen, hiszen azt gondolom, hogy ahány ország annyi szempontrendszer, ahány szempontrendszer annyi megoldás. Én azt gondolom, hogy ezeknek az ötvözete, vagy ezeknek a jellemzőinek kell, hogy átültetésre kerüljön önmagának, ennek a gondolkodásmódnak, ennek a látásmódnak, és így lépésről lépésre kerülnek közelebb a városok, a települések ahhoz, hogy élhetők legyenek. És ami nagyon fontos a másik oldalról, hogy természetesen beszélhetünk a lakosságról, beszélhetünk a városlakókról, de nem szabad elfelejteni a városvezetés sem önmagában azt a közigazgatási keretrendszert, amiben ők mozognak, és természetesen nagyon fontos, és ezért szoktam általában városvezetőkkel folytatott beszélgetések során mindig ezzel kezdeni, hogy miért éri meg a fenntarthatóság számukra is akár. Nyilván ennek inkább egy gazdasági oldala van. Megéri-e fenntarthatóan üzemeltetni egy települést, hiszen önmagában fontos kihangsúlyozni azt az ellentmondást, ami én azt gondolom minden fenntarthatósági kérdésben, és így a települési, városi fenntarthatósági kérdésekben is ott van az asztalon, nevezetesen, hogy van egy örök ellentmondás, miszerint a fenntarthatóság azért egy középhosszú távú befektetésnek tekinthető, hiszen nem azonnal, nem holnap után fog megvalósulni az eredmény. Legyen bármi is az, amiben az eredményt mérjük. Legyen... De hát az élet, de igen ritkán valósul meg bármi egyik pillanatról. Ez így van, csak nem szabad elfelejteni, hogy úgy a lakosság, mint a városvezető, viszont rövid távú eredményekben reménykednek. Ez a fogyasztói társadalom sajátossága. Sajnos. És azt kell megtalálni, hogy hogyan lehet áthidalni ezt az ellentétet, hogyan lehet arról bizonyosságot nyerni, hogyan lehet arról meggyőzni akár városvezetőket, akár a lakosságot, hogy igenis lesz egy pont, amikor ez átfordul. És nyilvánvalóan, különösen például választások közeledtével mindig felmerül az a kérdés, hogy mennyire megnyerő téma ez például a lakosok számára, hiszen alapvetően városlakóként, településen élőként a kényelmet szeretjük. Alapvetően, ha szabad ilyet mondani, lusták vagyunk. Szeretjük a jól megszokott napi rutint, nem szeretünk ettől eltérni. És éppen ez az, amit megbolygat ez a fajta új szemlélet, hiszen akkor, amikor akár közlekedésileg, akár például a vízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás rendszerét érintően, vagy bármely infrastruktúrális beruházást illetően, digitális fejlesztésnek köszönhetően megpróbál egy városvezetés valamin módosítani, akkor ez automatikusan azt jelenti, hogy valami megváltozik ott a lakókörnyezetben. A kérdés csak az, hogy ehhez hogyan akklimatizálódnak a városlakók. Én azt gondolom,
de nyilván ezzel a kijelentésemmel lehet vitatkozni, hogy akkor akklimatizálódnak gyorsabban, hogyha van egy megfelelő ismeretanyagátadás a részükre. Ehhez természetesen elengedhetetlen az, hogy a már a város vezetés is rendelkezzen ezzel az ismeretanyaggal, és egy megfelelő kommunikáció igenis fontos ahhoz, hogy jó szempontrendszert tudjunk a városlakók a településen illő kezébe adni. Megvan ennek az intézményi háttere? Ennek az információ ellátásnak? Sajnos nincs. Magyarországon önmagában a fenntarthatóság intézményrendszere meglehetősen fragmentált. Én azt gondolom, hogy éppen ezért van szükség olyan platformokra, ahol mind nemzeti döntéshozói oldalról, mind a civil szféra képviselői, mind az akadémia képviselői, és természetesen a helyi önkormányzatok, a helyi döntéshozók ott együtt meg tudnak jelenni, ezeket a tapasztalatokat meg tudják osztani egymással. Mi nagyon bízunk abban, hogy a fenntartható városok kezdeményezés egy ilyen platformként szolgál, hiszen az első lépés önmagában annak a megértése, hogy mi lehet az a közös pont, amire rá lehet kapcsolódni akkor, amikor élhető városokról, élhető településekről. Mi lehet ez a közös pont? Én azt gondolom, hogy számos ilyen közös pont van. Akkor melyik a legfontosabb? Miben kezdi a beszélgetését, amikor egy városvezetővel leül? Mi az első három mondat? Mivel kelti fel az érdeklődését? Az első és a legfontosabb, hogy a fenntarthatóság már a jelen kérdése is, de a jövő kérdése egészen biztosan. Tehát akkor, amikor hosszú távban gondolkodunk, akkor, amikor következő ciklusokról, következő programokról gondolkodunk, akkor a fenntarthatóságot nem lehet figyelmen kívül hagyni. Azzal, hogy ez egy olyan nemzetközi hullám, ami előbb-utóbb begyűrűzik hazánkba is, sőt már megjelentek ennek az első kezdeményezései. Arról, hogy akkor, amikor városvezetőként azon gondolkodunk, hogy mi egy városvezető feladata, akkor reményeim szerint legtöbb esetben arra a válaszra jutunk, hogy az, hogy a lakosoknak, a városnak minél jobb legyen, ehhez pedig elengedhetetlen egy keretrendszer. Hiszen, ahogy beszélgetésünk elején is említettem, lehet egyesével fragmentáltan kezelni a közlekedést, a helyi egészségügyet, az infrastruktúrát, a digitális fejlesztéseket, a vízgazdálkodást, a hulladékgazdálkodást, de sokkal egyszerűbb egy olyan rendszer találni, amiben ez mind megjelenik, és alapvetően kihasználva a szinergiákat, kihasználva az egymásra hatását ezeknek a területeknek, sokkal komplexebben és sokkal, ha lehet így fogalmazni, egyszerűbben lehet ezt a kérdést megközelíteni. Hát az előbb mondta, hogy tulajdonképpen el vagyunk lustulva, és nagyon rövid távon gondolkodunk. Ez így akkor van. Próbálunk visszatérni a régi világba, amikor öreg paraszt emberekről mondták, hogy az élete derekán vagy az utolsó szakaszában ültet egy diófát, amiből tudja, hogy a büdös életből már nem fog enni, mert mire az termőre fordulja, már nincs az élek sorában. Tulajdonképpen nem egy rehabilitációs folyamat, ez a józan, normális, paraszti gondolkodás rehabilitációja, visszaállítása, hogy térjünk vissza a gyökerekhez vagy a természethez. Ez a párhuzam nagyon sokszor felmerül, akár városvezetőkkel, akár egyéb úgynevezett stakeholderekkel, érintettekkel való beszélgetések során. Én azt gondolom, hogy önmagában egy per egyben nem állja meg a hét, tehát nyilván nem tudunk visszatérni oda, ahol 10-20-30-40 évvel ezelőtt tartottunk. Amit fontos kiemelni az akkori életmódból, azt gondolom, hogy az önmagában természetesen a fenntarthatósági gondolkodás alapja, ilyen kis apróságoktól kiindulva sokszor emlegetik beszélgető partnereim podcast beszélgetésekben, interjúkban, hogy persze, mert hát náluk a nagyszülőknek kimosták a tejfölös dobozt, és akkor az még jó volt palántának, vagy ahogy ugye az előbb is elhangzott, akkor nyilván úgy gondolunk a jövő generációjára, hogy nem magunkra gondolunk elsőként, hanem arra, hogy nekik jó legyen. Ezek mind-mind nagyon jó példák, de azt gondolom, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy közben fejlődött önmagában a világ, haladt előre a világ, tehát nem szabad ragaszkodni ezekhez a gyökerekhez, magát a szemléletet kell tovább. Az emberi gondolkodás is fejlődött? A technikai fejlődésen lépést tartott a mentális fejlődés? Én szerintem abszolút nem. Azt gondolom, hogy a fejlődést itt definiálni kell, tehát nyilvánvalóan azzal a gyors ütemű fejlődéssel, ami az elmúlt évtizedekben tapasztalható volt, maga a fenntarthatósági gondolkodás, vagy a környezetfókuszú gondolkodás, vagy ez a fajta gondoljunk a jövőre előbb, mint a jelenre típusú gondolkodás,
és ez természetesen háttérbe szorult. És abban abszolút igaza van, hogy azzal, hogy mi megpróbálunk visszanyúlni ezekhez a régebbi gondolkodásmódokhoz, persze felszínre hozhatjuk azt, hogy mik voltak ennek az értékei, amit tovább kell vinni nekünk is, és tovább kell vinni a jövőben is. Én viszont attól mindig óva intek mindenkit, hogy megpróbáljunk leragadni a múltban. Tehát, hogy meg kell nézni azt, hogy hol van az a kapcsolódási pont, ahol ez az ütemű fejlődés, ami elkerülhetetlen, amit látunk, hogy itt van a mindennapokban, legyen szó a digitális fejlődésről, legyen szó önmagában arról az információ mennyiségről, amit a különböző platformokon keresztül mi napi szinten, mint hírfogyasztók megkapunk információk. Nyilvánvalóan az információ mennyiségből adódóan egyfelől rengeteg inputot kapunk, rengeteg hírforrást kapunk, másrészt sokkal nehezebb szűrni ezeket az információkat. De mégis meg kell keresni azt gondolom azt a pontot, ahol egyszerre lehet ezt a fajta múltbeli logikát megjeleníteni, ezt a fajta tudatosságot megjeleníteni, de közben felvenni ezt a fajta tempót, amit napi szinten én azt gondolom tapasztalunk, és bármennyire is ismétlődően hangzik, de azt gondolom, hogy erre azért a városokban és azért a településeken kell keresni a megoldást, vagy a platformot, ahol ez megvalósulhat, mert az az első olyan szint, hogyha különböző szintekben gondolkodunk, ahol ott van az egyén, ugye nagyon fontos az egyéni felelősség is, bár én azt gondolom, hogy túl hangsúlyozásra került, és túlzottan az egyénre helyeződött a felelősség, az egyén vállán van most a felelősség az egész fenntarthatósági kérdéskörben. Minden esetre fontos az egyén szempontja, hiszen ő az, aki el tudja mondani utalva egy korábbi kérdés, hogy ő mitől érzi magát jól, ő mitől boldog, neki mik ezek a lista elemek, hiszen mindenkinek saját listája van, hogy mitől vagyunk boldogok, mitől vagyunk jól, mitől érezzük magunkat jól, mitől tartjuk élhetőnek a környezetünket. De nem elég az egyén. Szükség van azokra a multiplikátorokra, szükség van azokra a személyekre, aktorokra, akik ezt igenis ki tudják terjeszteni ezt a folyamatot, és ezek pedig a döntéshozók. És természetesen nagyon fontos szerepe van nemzetközi szinten egy ENSZ-nek, nagyon fontos szerepe van egy Európai Uniónak, de hogyha reálisan nézzük, akkor azon felül, hogy ők megszabják a keretrendszert, mondjuk egy ENSZ szinten, azon belül, hogy megszabják azokat a keret jogszabályokat vagy jogi irányokat Európai Unió szinten, amit utána mi átültetünk, nem is mi, a döntéshozóink átültetnek a mindennapjainkba. Ezen felül ez még messze van az egyéntől, nem érhető el, nem tudunk napi szinten az első titkárral értekezni, nem tudunk napi szinten von der Leyennel egyeztetni, de tudunk a polgármesterünkkel, tudunk a helyi képviselőkkel, ugyanazokat a problémákat tapasztalják, ugyanoda hordják a gyermekeiket oktatási intézményekbe, ugyanabban a dugóba állnak reggelente, ugyanabban a kártyúba mennek bele az autójukkal, ugyanarra a buszra szállnak fel, éppen ezért pontosan értik azokat a problémákat, azokat a kérdésköröket, amik egy lakos, egy településen élő fejében ezeket a napi problémaköröket, napi feszültségforrásokat jelentik, vagy napi megoldási lehetőségeket jelentik, amiktől az egyik oldalon rosszul érzik magukat, vagy azt érzik, hogy élhetetlen a környezetük, vagy a másik oldalon, amitől jobban érzik magukat, amitől élhetőbbé válik a környezet. És ott van egy döntéshozónak helyi szinten véleményem szerint a felelőssége, vagy a szerepe, hogy ezeket az inputokat, ezeket a kapott információkat átültessék döntéshozói keretbe. Viszont itt nagyon fontos, hogy tisztában legyenek önmagában, akár a közigazgatás, akár önmagában egy keretrendszernek a működésében. És én ebben látom még a másik veszélyt, amikor különböző egyébként abszolút előremutató szemlélettel rendelkező, akár szervezetek, akár egyének olyan változást, vagy olyan ütemű változást követelnek például döntéshozóktól, ami egyszerűen technikailag, vagy közigazgatásilag nem valósítható meg. És azt gondolom, hogy ez kontraproduktív. Tehát nem biztos, hogy célszerű egyből ajtóst torontani a házba. Meg kell nézni azt, hogy ott az adott helyzetben, legyen szó egy településről, legyen szó egy városról, melyek azok a prioritások, amikre fókuszálni kell, melyek azok az adottságok, amik egyébként az adott település, az adott város rendelkezésére állnak, és azokra kell dedikáltan fókuszálni. Mert ebben lehet a kulcs, ebben lehet a fejlődésnek a lehetősége, mert hogyha helyben magasra tesszük a lécet, amit nem tudunk átugrani, akkor ott fogunk állni és várni a csodát,
Míg hogyha megnézzük azt, hogy mi a realitás, mi a lehetséges első lépés, amit követhet majd egy második, egy harmadik, egy negyedik, én azt gondolom, hogy akkor tud előre menni ez a fajta úgynevezett fenntarthatósági átállás. A politikai szempontból, vagy a demokrácia berendezkedése szempontjából melyik formáció működik jobban ebből a szempontból, a fenntarthatóság szempontjából? A képviseleti demokrácia, amikor képviselők döntenek, vagy a részvételi? Svájc az jó példa erre, ahol hetente több népszavazás van, tehát megkérdezik a népeket, nem a döntésekről, hanem a döntés előkészítés fázisában megkérdezik. Ez azért lenne fontos, mert a tudatosság. És a másik kérdésem az pedig az, hogy az oktatási rendszerünkben mennyire van jelen ez a fajta törekvés, vagy ennek a megtanítása, vagy az igénygerjesztése. Mind a kettő azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos kérdés. Az, hogy képviseleti demokrácia, vagy közvetlen demokrácia, részvételi demokrácia, én azt gondolom, hogy attól függ, hogy hol vagyunk. Mind a kettőnek nagyon fontos szerepe van a fenntarthatósági átállásban, csak nagyon röviden kitérve mind a kettő szerepére. Természetesen sokszor mondják, hogy alulról jövő kezdeményezésekre van szükség, hogy a lakosok, a civilek érdekeit becsatornázva kell ezeket a kérdéseket meghozni, meg kell hallgatni a problémáikat, meg kell nézni az ő szemszögüket is. Ez kétségtelenül így van. Szükség van a másik oldalról viszont a döntéshozókra is, akik úgymond felülről irányítva keretet adnak ezeknek a kezdeményezéseknek, mert ismerjük nagyon jól, bármilyen egyszerű példán végigvezetve, hogy azért, hogyha nagyon sok és sokfajta igény van, akkor az nagyon nehéz egy irányba terelni. Tehát szükség van arra, hogy valaki nyilván jelen esetben mondjuk jogszabályi keretet szabva, vagy bármilyen olyan gazdasági pénzügyi ösztönzőt előtérbe helyezve irányt adjon ennek a folyamatnak. És azért kezdtem úgy a válaszomat, hogy attól függ, hogy hol vagyunk, mert azt gondolom, hogy addig, amíg önmagában az alulról jövő kezdeményezések szintjén nincsenek a gondolatok helyre téve a fejekben, hogy mit is jelent a fenntarthatóság, hogy mire vagy minek kapcsán kell ezeket az igényeket becsatornázni, addig nagyon félreviheti a diskurzust az, hogyha túlzott hangsúlyt helyezünk erre az alulról jövő kezdeményezésekre. És itt utalnék vissza arra, amit még a beszélgetés legelején mondtam, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúly van a környezeti pilléren. Természetesen fontos az, hogy zöld területekben éljünk, természetesen fontos az, hogy legyenek fák, legyenek elkülönített zöld területek, figyeljünk a bioszférára. De addig, amíg általánosságban, a faültetésekben, a szemétszedésekben látjuk a fenntarthatóságot, addig azt gondolom, hogy csak részben tudjuk lakosként vagy alulról indulva becsatornázni az igényeinket, mert nem realizáljuk a teljes igénykészletünket. Népszavazásokra visszatérve van nagyon jó példa helyi népszavazási kezdeményezések mentén arra, hogy ez hogyan lehetne a települési fenntarthatóságban alkalmazni. Nem itthoni példa, még. Németországban már hosszú ideje alkalmazzák azt a módszert, hogyha van egy döntés, hívjuk ezt most fenntartható döntésnek, ezzel alatt értünk egy olyan fejlesztést egy városban, egy településen, amiről városvezetőként azt gondolják, hogy ennek a fenntarthatósági átmenetnek a részét képezi, mire gondolok, például autómentesíteni egy bizonyos útszakaszt, például beparkosítani egy bizonyos területet. Hát és a Láncid. Igen, az egy picit másfajta, de ennek már valóban a kezdeti megjelenése talán itthon. Mindenesetre az eredeti németországi megoldás az valahogy úgy néz ki, hogy születik egy döntés, felülről érkező, helyi szinten, de felülről érkező döntés, hogy márpedig ez a fejlesztés megvalósul. Megvalósul a fejlesztés. És ugye visszautalva arra, amit az előbb mondtam, hogy kényelmesek a lakók, alapvetően nem szeretik a változást, természetesen elkerülhetetlen, hogy van egyfajta negatív konnotáció mögött, hogy miért is kellett, miért is volt erre szükség. De nem akkor kérdezik meg őket, amikor még ez a felháborodás a csúcspontján van, hanem engedik őket használni a fejlesztést. Engedik őket megtapasztalni, hogy valóban milyen változást jelent ez az ő mindennapjaikba. És egy bizonyos idő elteltével, ez esete válogatja, hogy mennyi idő, utólagosan egyfajta idézőjelben, ez nem a szakmai kifejezéssel, de fordított népszavazást tartanak, azaz arról kérdezik meg az ott élőket, hogy maradjon-e az adott fejlesztés.
Nyilvánvalóan ez most nagyon leegyszerűsített példa volt, hiszen fejlesztéstől függően természetesen nem mindig lehet mindent úgy visszaállítani az eredeti megoldásra, de a logika benne az, hogy pontosan ezt a fajta felháborodást kerüli ki, pontosan ezt a fajta kényelmi szempontot kerüli ki, mert addigra már realizálják az ott élők ennek a pozitív hatásait. És azt gondolom, hogy ez például egy nagyon-nagyon jó eszköz lehet. Egy nagyon-nagyon jó politikai, ha úgy tetszik, véleménynyilvánítási eszköz lehet. De ehhez természetesen szükség van arra, és itt térnék hát a második kérdésre az edukációra, hogy ez a szemlélet már önmagában valahol ott legyen a lakosok gondolkodásmódjában. És hogy hogy kerül oda, erre természetesen az oktatás a példa, vagy a lehetőség, vagy a csatorna. Én azt kell, hogy mondjam, hogy arra a kérdésre, hogy mennyire vagy hogyan jelenik meg a fenntarthatóság a hazai oktatásban, szintén többféle válasz van. Mert technikailag, papíron elkezdett megjelenni. Van már erre vonatkozó tanterv, van már erre vonatkozó tankönyv. Környezettudatosság, vagy környezetvédelem? Eltérő tantárgy néven fut, attól függően, hogy ez választható, milyen óraszámmal tanítják. Minden esetre van egy fenntartható fejlődés tankönyv, ehhez tartozó munkafüzettel, ami önmagában ezt a fajta szemléletet megpróbálja átadni külön tantárgyként. Arról én magam is több beszélgetést kezdeményeztem, mert azt gondolom, hogy számtalan ilyen diskurzust vagy vitát lehet kezdeményezni, hogy melyik jobb. Egy tantárként megtanítani, egy bizonyos tudásanyagot átadni a fiataloknak, milyen korban kell ezt elkezdeni, hogyan kell ezt átadni, vagy önmagában az lenne a jobb, hogyha minden részterületben a matematikától, a földrajzon át, az idegen nyelv ismeretig megjelenne a téma. Én bevallom őszintén, én az utóbbi pártján állok, de nem vagyok oktatáspolitikai szakértő. Én nekem ez a tapasztalat mondatja velem, mert azt gondolom, hogy addig, amíg megint csak egy külön dobozként kezeljük a fenntarthatóságot, addig pont ez a szinergiákat felismerő probléma megoldó. Ez alkalmazhatóság is. Alkalmazhatósági kérdések, igen, kerülnek megint ösztűzbe. Mindenesetre elkezdett megjelenni. Ami viszont még véleményem szerint hiányzik, az önmagában azoknak a szereplőknek a felkészítése, ennek a tudásanyagnak az átadására, akik ebben a legfontosabb szerepet játszák, ezek pedig az oktatók. Mi magunk most részesei vagyunk egy mintaprojektnek, egy hazai város állt be mögé a projekt mögé, aminek alapvetően az a célja, vagy az a kezdeményezésnek a lényege, hogy hogyan lehet az oktatókat megtanítani arra, hogy a jelenlegi keretrendszerben, ami nekik jogszabályilag rendelkezésre áll óraszám, vagy adott esetben tantárgy felhozatal, tantárgyi keretrendszer, ebbe hogyan tudják különböző módszertani eszközökkel beintegrálni a fenntarthatósági szemléletet. Különböző korosztályokra lebontva, hiszen természetesen a bölcsödében, az óvodában egy 2-3-4 éves kisgyermeknek teljesen más tudásanyagot kell átadni, mint akár általános iskolában 10 éveseknek, akár gimnáziumban, érettségi előtt állóknak, vagy akár egyébként is nagyon fontos és nem szabad kihagyni az egyetemista korosztályt. Amikor már mindenki választott magának egy szakmát, amikor már mindenki érzi, hogy mi az, amire nagyobb affinitása van. És azt gondolom, hogy nem biztos, hogy célszerű külön fenntarthatósági kurzusokat indítani, amellett, hogy természetesen fontos, és mi magunk is például indítunk fenntarthatósági képzést. De azt gondolom, hogy sokkal fontosabb ezeknek a tananyagát beemelni az adott irányokba. Mire gondolok? Én jogászként végeztem, azt gondolom, hogy nagyon fontos tudni egy jogásznak, hogy hogyan tudja a tudását arra fordítani, hogy egyébként a meglévő jogszabályoknak értelmet adjon környezetpolitikai, fenntarthatósági szemléletből. Legyen szó egy orvosról. Természetesen nem az a kérdés, hogy hogyan fog fenntarthatóan operálni, hiszen az életmentés, de például kórház igazgatóként, amikor beruházásokról, eszközberuházásokról dönt, akkor igenis választhat a közül, hogy milyen gyakorlatilag értékesítési láncon keresztül milyen terméket vásárol. És ennek is bármennyire is apró, de ez is fenntarthatósági kérdés. Vagy természetesen egy mérnök. Vagy önmagában bármely szakma. Én azt gondolom, hogy nem lehet olyan szakmát mutatni, aminek ne lenne fenntarthatósági vonatkozása. És éppen ezért fontos az, hogy már kezdetben akár bölcsődés, akár óvodáskortól jelenjen meg ez a fenntarthatósági szemlélet, de ne úgy jelenjen meg, hogy csak a katicabogarakat vizsgáljuk, meg a leveleket kerebjézzük össze, meg megtanuljuk szelektíven gyűjteni a hulladékot. Ezek mind fontosak, természetesen ismerik el az élővilágunkat, ismerik el a szelektív hulladékgyűjtés alapjait,
de próbáljunk meg a készségekre hatni. És ez az, ami azt gondolom, hogy még hiányzik, vagy ahol még bőven van hely fejlődésre és fejlesztésre, gondolkodni tanítsuk meg a fiatalokat, kritikusan gondolkodni tanítsuk meg a fiatalokat, probléma megoldásra tanítsuk őket. Arra, hogyha ott van egy helyzet, akkor arra több oldalról több megoldás is van. Nincs egy jó megoldás. Az élet nem így működik. A fenntarthatóság pláne nem így működik. Pontosan az az alaptézise a fenntarthatóságnak, hogy ahány alterület, annyi megoldási lehetőség, mert mihelyt egyik oldalról vizsgáljuk a kérdést, úgy egy megoldást találunk jobbnak, mihelyt egy másik oldalról vizsgáljuk a kérdést, már is egy másik megoldást. Tehát azt mondja, hogy a fenntarthatóságnak nincsenek generális szabályai. Nincsenek. Én azt gondolom, generális elvei vannak, mi a célja, mi a mögött álló gondolat, de azt gondolom, hogy szabályait tekintve talán az lehet generális szabály, hogy minél több oldalról holisztikusan kell megközelíteni, bármennyire is elvonta hangzik. És természetesen nem lehet ilyen elméleti szinten maradni, én magam is kutatom a témát elméleti szinten, de gyakorlati megvalósítás nélkül ez értelmezhetetlen. Értelmes dolognak tartja, hogy jó néhány önkormányzat az éves költségvetés egy részét úgy keresztelte, hogy lakossági költségvetés, és akkor 1 milliárdot, mit tudom én, hány milliárdot, azt aszerint használnak föl, ahogy az ajánlatból kiválasztják az állampolgárok. Én azt gondolom, hogy megfelelő előkészítéssel ez egy nagyon jó eszköz lehet. Tudatformáló eszköz. Tudatformáló eszköz, és ez el is kezdődött ez a folyamat, de itt kapcsolnék vissza arra, amit néhány gondolattal ezelőtt mondtam, hogy ehhez viszont szükség van arra, hogy tudják a városlakók, tudják a településen élők, hogy miben gondolkodnak. Hogy miért mondják azt, hogy A, B vagy C legyen az, ami megvalósul. Hogy csak tessékrenség alapon, mert az a szimpatikus, vagy van egy mögötte egy gondolatsor, amit értenek, hogy ez hogyan kapcsolódik össze a települési fenntarthatósággal, a fenntarthatósági általással. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van egyébként a helyi döntéshozóknak is, és ilyen értelemben visszatérve még az előző kérdésre, a helyi alulról szerveződő kezdeményezésekre, a civil szférára, az akadémiai szférára, az egyénekre, de meg kell találni ennek azt a platformját, ahol megfelelő arányban tudnak ezek megjelenni. Egyik sem kerül túlzott hangsúly alá gyakorlatilag, mert akkor elviszik. Tehát harmónia legyen. Harmónia, szinergia, igen, és egy holisztikus szemlélet. Az előbb, amikor én a Láncid példáját hoztam föl, akkor mondta, hát ez valamennyire hasonló, de még nem az igazi. Én magam abszolút annak a híve vagyok, a prágai példából kiindulva. Ott a város közepén ott a Károly híd, ott azon, én nem tudom, hogy mikor ment át utoljára autó, meg bicikli, semmi nem megy át. Ott kereskedők vannak látványosságban, és megél, le van zárva 2 vagy 3 év a Láncid, és a város megél. Tehát nem lenne jobb a zöldítés jegyében a Láncidat abszolút kizárni, se taxi, se busz, menjenek körbe. Itt én 2 dologra reflektálnék, egyrészt a prágai példa, én magam is nagyon-nagyon gyakran járok Prágába, tehát pontosan jól ismerem a város szerkezetet és hát a Károly hídnak a fantasztikus környezetét. Senkit nem mentesítő semmilyen felelősség alatt, azért azt meg kell jegyezni, hogy Prága struktúrája, a város szerkezete azért úgy lett kialakítva, hogy sokkal könnyebben lehet talán sétálóhiddel tenni a Károly hídat. Ez nem azt jelenti, hogy ezt itthon nem lehetne megtenni, sőt. Reflektálva a második kérdéskörre, hogy mit gondolok a Lánchidról, én magam is a Fenntartható Városok Podcast beszélgetései keretében többször több döntéshozóval beszélgettem erről a kérdésről. Nekem van erről egy félig szakmai, félig, mint budapesti lakosként alkotott véleményem. Úgy, hogy egyébként én magam vezetek is autót, és közlekedem tömegközlekedéssel is, közlekedem taxival is, és gyalogosként is. Tehát én igyekeztem azért ezt egy teljes... Biciklizni, ne biciklizni? Azt ritkábban, bevallom őszintén. De azt gondolom, hogy 2 opció van. Vagy az önáltal is említett teljes zöldítés, aminek rengeteg pozitív hozadéka lehetne, hiszen lenne egy olyan turisztikai lehetőség, ami azt gondolom, hogy sétálóhídként nagyon-nagyon sok pozitív eredményre vezethetne. Ennek természetesen lenne egy környezeti pozitív hatása is, hiszen növekedne a zöld terület. Természetesen itt zárójelben megjegyzem, hogy ennek akkor van valódi, vagy lenne valódi értelme, hogyha a tervezéskor erre nagyon komoly hangsúly helyeződne, hogy milyen növényt akarok, hogy, és milyen arányban kerül oda elhelyezésre, hiszen nem mindegy, tehát hogy
nyilván nagyon lesarkítva, ne műfűvel terítsék le a láncidat. Tehát lehetne ez a vége. Én azt gondolom, hogy rövid vagy középtávon ez még nagyobb elfogadást nyerne, mint a jelenlegi helyzet. Mert hogy, és ez egy lehet, hogy picit unortodox megközelítés, én azt gondolom, hogy jelenleg az a tény, hogy ugyanúgy beton útburkolat maradt a hídon, közlekedhet rajta BKK, közlekedhet rajta taxi, mert most a bicikliseket és a gyalogosokat hagyjuk, hiszen természetesen ők így is úgy is közlekedhetnének rajta. Én azt gondolom, hogy ez egy, bár nem vagyok környezeti pszichológus, de a környezetemben dolgozik ilyen személyes, többször beszélgettünk erről a kérdésről. Én azt gondolom, hogy egy konstant zavaró tényező az autósok szemében az, hogy ott van, át lehetne menni rajta, de nem szabad. Károlyhídon is át lehetne menni. Én azt gondolom, hogy Károlyhíd már önmagában azért pontosan... Tehát ez idő kérdése. Pontosan erre szerettem volna reflektálni, hogy azért, hiszen ez azért nem tegnap lett sétálóhíd alakítva. Ott már azért megtörtént ez a fajta időbeli eltérés, és azt gondolom, hogy már az ember... Hát akkor ezzel megspórolható, tehát ezen bátran bele kell vágni a városvezetésnek, és keresztülvinni, és aztán majd, ahogy az előbb mondta, hogy utólag mérni a hatásokat. Én ezt többször több platformon hirdettem, hogy azt gondolom, hogy ez egy jó irány lehet. Természetesen a jelenlegi városvezetés azért van ott, hiszen jelenleg az ő feladata és hatásköre ennek eldöntése. Szakmailag én azt gondolom, hogy ez egy jó irány lehetne, és ez egy fenntartható és élhető irány lehetne, de nagyon fontos az, és itt van a különbség Prága és Budapest között. Természetesen nem éltem Prágában, tehát nem ismerem az ottani néplélektant, de én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos elemet hagyunk ki, nevezetesen azt, hogy hogyan van előkészítve a városlakók, az ott élők gondolkodásmódja. Mert addig, amíg nagyon-nagyon éles a különbség, most leegyszerűsítem ismételten, a biciklisek és az autósok között, tehát igenis van olyan biciklis, aki egyébként a hét többi napján autóban ül, és igenis van olyan autós, aki... Na, ez kényelmi kérdés, ez az autóskodás. Igen, én itt arra utaltam, hogy addig, amíg ennyire éles a különbség, addig ez a fajta az előbb említett probléma megoldó, vagy megoldást kereső szemlélet sokkal kevésbé kerül átültetésre a lakosok fejében, és vagy-vagy fekete-fehérben gondolkodunk, és nem gondolkodunk a szürke területről, nem gondolkodunk arról, hogy hogyan lehetne ezt úgy megoldani, hogy kölcsönösen jó legyen. Értem ezen attól, hogy akkor természetesen, hogyha ez a döntés születik, akkor az infrastruktúrát úgy kell kialakítani a környező területeken, hogy az autósok is természetesen ne csak a negatívat tapasztalják. És meg lehet, hogy amikor már nem ilyen elvi ellenérzésük lesz, például egy lezárt, akár bezöldített, akár nem bezöldített, de egy lezárt láncidon, akkor lehet, hogy ők is megjelennek, akár más szerepkörben, akár sétálóként, akár turistaként. Tehát én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog, az bármennyire is elcsépelt a hangzik, de a szemléletformálás. Mert bár most megjelenik az a kérdéskör, hogy mi legyen, hogy döntsünk. De én magam, és hogyha én nem találkoztam elég szerint információkkal, akkor természetesen vállalom ennek a felelősségét, de én magam nem találkoztam szemléletformáló próbálkozásokkal azt illetően. De bocsáss meg, hát nem elég úgy föltenni a kérdést, hogy a magad életére vonatkoztatva rád milyen hatással lesz, hogyha és gyalogos vagy, nem vagy autós, nem vagy biciklis, neked mit fog ez jelenteni? Azért nem elég, mert akkor fekete-fehérben fogunk dönteni azt, figyelembe véve, hogy eddig hogy éltünk. Akik egyébként eddig is előnyben részesítették az úgymond idézőjeles zöld megoldásokat, azt fogják mondani, hogy természetesen sokkal jobb legyen zöld. Akik egyébként napi szinten autóval ott álltak a láncidon és arra jártak munkába, meg egyébként, ha lehet ilyen szóhasználat, olyan tőzsgyökeres autósok, ők elsőre azt fogják mondani, hogy már pedig nekik kell a láncid. Éppen ezért mondom azt, hogy szükség van a kérdés feltevés mellett arra az oktatásra, arra a magyarázatra, hogy miért jó így vagy úgy, miért előnyös, miért lesz ez jó környezetileg, miért lesz ez jó társadalmilag. Mert hogy neki, lesz ez jó? A polgárnak és hogy neki miért lesz jó, így van. Egyébként a fejlődés, tehát ez a... Ugye volt egy olyan időszak, amikor mindent leköveztek. Én két kerületet ismerek, ahol elindult egy visszafordító folyamat. Ez a 8. kerület és a 14. kerület, ahol elkezdték ezt a kőborzalmat felszedni.
Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy a fejlődés ez nem biztos, hogy mindig pozitív, mert a biztos marha jó volt annak, aki a köveket eladta, meg lerakta, de hát megszűnt a természethez való hozzáérés lehetősége. Minden fejlődési fázisban legyen szó, hogy város fejlődési üteméről, legyen szó magában a gondolatkörök fejlődési üteméről, akkor abban a fázisban valamiért az volt az általános érvelés, hogy ettől lesz jobb, ettől lesz modernebb, ettől lesz fejlettebb. És ennek nagyon örülünk természetesen ebben a szakmában tevékenykedők, hogy igenis most már, és ha lehet így mondani, most már szexi a fenntarthatóság. Most már az egy pozitív kampányelem, hogy igenis gondolunk a természetre, igenis gondolunk ezekre a megoldásokra, és itt ugyancsak magamat tudom ismételni, hogy ezért van szükség arra, hogy városvezetőket is alapvetően szemlélet formáljunk, mert addig, amíg ők nem értik meg, addig nem fog elkezdődni ez az imént említett folyamat, mint ebben a két kerületben. Azért, ha megnézzük ezt a két kerületet, akkor azt láthatjuk, hogy a városvezetés alapvetően nem áll távol a zöld gondolatoktól, vagy én nem szeretem továbbra sem ezt a szót, a fenntartható gondolatoktól. Ezért van szükség arra, hogy minél több városvezető megértse, hogy a fejlődés nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindent lekövezünk, hanem azt jelenti, hogy igenis a 21. században most már nagyon-nagyon sok módon kihangsúlyozott és prioritásként előtérbe helyezett fenntarthatóság jelenjen meg a városfejlesztés, a várostervezés folyamatában. De ez megint csak oda vezethető vissza, hogy amíg nem értik meg, sem városvezetői oldalon, sem lakossági oldalon, hogy ez nekik miért jó, addig ellenállásba fog ütközni. Ellenállásba fog ütközni a városvezető, aki kitalálja, hogy szüntessük meg a lekövezést és legyen zöld területfejlesztés, mert a lakosok nem fogják megérteni, hogy ez nekik miért jó. És alapvetően a lakosok önmagukkal is érdekütközésbe fognak kerülni akkor, amikor azt látják, hogy arról próbálják magukat meggyőzni, hogy jaj, de nekünk ez nem jó, hát mert nem volt jó úgy, ahogy volt. Ehhez mind szemléletformálásra van szükség, de jó szemléletformálásra. Helyes megközelítésű szemléletformálásra, mert nagyon-nagyon fontos, hogy azért túlzásokba se essünk. Tehát, hogy ugyanúgy látni kell ennek a gazdasági oldalait, mi mennyibe kerül, minek mi a költségvetési hatása például egy települési önkormányzat számára. Mi ennek a társadalmi oldala. Társadalmi oldal alatt viszont igenis figyelembe kell venni azt a fajta társadalmi megosztottságot, hogy autósok, gyalogosok. És nem azt mondom, hogy kedvezzünk mindenben az autósoknak, csak hogy a fejlesztési folyamatokban vegyük figyelembe, hogy léteznek, mert sokkal kevesebb ellenállást fog szülni, és mihez sokkal kevesebb ellenállást szül, annál előbb tudjuk őket is meggyőzni. Az előbb Prágát említett, hogy Prágának más a város szerkezet, mint Budapest, tehát abszolút más. Ennek nekem az egyik sok kedvenc városom van, de Prága az egyik. Prága tele van közterekkel. Budapesten alig van. A közterek azok általában azok a helyek voltak, ahol a polgárok egymással eszmét, szót, árut tudtak cserélni. Tehát sokkal polgárosodottabb társadalom, a cseh társadalom, mint a magyar, mert pontosan a város szerkezetből adódóan Budapest ilyen képességekkel vagy készségekkel nem rendelkezik. Ez így van, és talán ide kapcsolódó kitérő, hogy én mielőtt dedikált a hazai települési fenntarthatósággal kezdtem foglalkozni. Én egyébként V4-es szinten foglalkoztam a fenntarthatósággal, úgyhogy igen, nagyon-nagyon sok tanulmányt és kimutatást és lehetséges megoldást vizsgáltam az évek alatt egyébként pont Csehország vonatkozásában is, vagy Csehország-Magyarország kapcsolódási pontjairól is. Azért nem véletlen és valóban visszavezethető erre az ön által is említett gondolatkörre az, hogy például V4 relációban Csehország volt az első sorban fenntarthatósági fronton, és valóban a másik, azt gondolom fontos tanulság ebből, hogy szükség van az eszmecserére, szükség van a gondolkodásra, és ide vezethető vissza az is, amit még az oktatási kérdésnél említettem, hogy a kritikai gondolkodásra. Mert akkor tudunk eszmét cserélni közterületeken is, felnőttként, felnőtt lakosként, ha egyébként 20 éves, 30 éves, 40 éves felnőtt emberként van képességünk arra, hogy eszmét cseréljünk, mert el tudjuk mondani a saját gondolatainkat. Tudunk érvelni a saját álláspontunk mellett, legyen ez próba, ez a polgári létnek az alapja, az önálló véleményalkotás képessége, készsége. Így van, de ez az oktatásra vezethető vissza, mert addig, amíg kisgyermek... Bocsánat, nem csak az oktatásra, mert az előbb azért nem szólaltam meg, de
a szülők is nagyon komoly mintát adnak a gyerekeknek. Tehát a felnőtt képzés is elkerülhetetlen. A felnőtteket is oktatni kell. Így van, tehát a felnőtt képzés az abszolút része kell, hogy legyen ennek a projektnek, vagy majd az is előfordulhat, hogy az oktatott gyerekek fogják a szüleiket. Ez egy abszolút kétirányú folyamat, és természetesen a felnőtt képzésre is hangsúlyt kell fordítani. Mi, ahogy már az előbb röviden említettem, most szeptemberben indítunk egy képzéssorozatot, Fenntartható Városok Akadémia néven, felnőtt képzés, dedikáltan önkormányzat közelében tevékenykedőknek, vagy már egyetemi diplomával rendelkező érdeklődőknek. De képviselőknek, polgármestereknek? Is, így van, igen. Tehát ugyanaz a platform mindegyiknek, polgárnak, képviselőnek, polgármesternek. Így van, pontosan ez a célja a képzésnek, hogy ezt a fajta települési fenntarthatósági szemléletet mindenki a saját területére értelmezve kapja meg, vigye haza, tegye magáéba is, élje ezt követően, és dolgozzon ezt követően ebben a szemléletben. Tehát akár lakosként, akár városvezetőként, akár önkormányzatban dolgozunk. Ez azért nagyon fontos, mert egy város csak hierarchikus rendszerben képes működni, a természetéből adódóan. Viszont a hierarchia mellett a mellérendeltség elvének is meg kell valósulnia, és ez egy kitűnő dolog arra, vagy egy kitűnő példa arra, hogy ezt meg lehet tenni. Így van. Én azt gondolom, hogy ez az a lehetőség, amikor egyszerre, ugye az előbb említettük, hogy alulról érkező kezdeményezésekre van szükség, vagy felülről érkező kezdeményezésekre van szükség, és az volt a konklúziónk sok egyéb kitérő mellett, hogy mind a kettőre. Ugyanúgy, ahogy a hierarchia két oldalára van szükségünk, ugyanúgy a mellérendeltség összeságára szükségünk van. És ezt nevezik természetesen holisztikus megközelítésnek, hogy vonjuk be az akadémia szektorát, hiszen náluk van a szaktudás. Vonjuk be a civil szférát, hiszen náluk van az a fajta mozgatóerő, ha lehet így fogalmazni, az a fajta gondolatébresztő erő, az a fajta mozgósító erő. Vonjuk be természetesen a döntéshozókat is, hiszen, ahogy említettem többször a beszélgetés során, ők a multiplikátorok, ők tudják ezt jogszabályra alkotni. Ők tudnak értelmet adni a jogszabályoknak, és arra használni, hogy ez valóban egy gyorsított ütemű fenntarthatósági átállás legyen, és természetesen vonjuk be a lakosokat is, mint egyének, hiszen szükség van az ő véleményükre, ők élnek a városban, ők élnek a településen, és azt gondolom, hogy ez csak ilyen módon működhet, és csak ilyen módon lehet elérni azt, hogy minden oldalról beérkezzenek ezek az igények, ezek a problémafelvetések, amit aztán részben alulról kezdeményezetten, részben pedig felülről irányítottan lehet átformálni cselekvéssé, lépésekké, ami elvezethet akár egy város települést, és egy városban településből kiindulva akár országokat, innentől fogva pedig felfele haladva a létrán az Európai Uniót is, és nemzetközi szintetőságra. Kedves dr. Bartuszek Lilla, mert ugye doktor, ez most kiderült számunkra, jogi végzettsége van. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönöm, hogy ezt az egy órát velünk töltötte. És hát remélem, hogy a kedves hallgatók is pont annyira élvezték ezt a beszélgetést, és annyit tanultak belőle, mint én magam. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget. A kedves hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Minden jót, viszont hallásra!